Az NB2-es kézilabda bajnokság középmezőnyében tanyázó Komáromot látta vendégül a Bakonyerdő pápa alakulata. A pápaiaknál többen is sérüléssel bajlottak, ennek ellenére bizakodóak voltak a hazaiak, hiszen egy héttel korábban a Tarján ellen is jól játszott a csapat. A felnőttek mellett a juniorok is győzelemre készültek. Az idei két meccs alapján úgy tűnik, nem elsősorban játékban, hanem fejben kell összeszednie magát a csapatnak, hiszen a Tarján elleni meccshez hasonlóan ezúttal is fejben nem bírta a mérkőzés hajráját a Bakonyerdő pápa. 10-10-es félidő után a frissen igazolt Kis Dániel és Rót Gábor nélkül ugyanis annak ellenére maradt alul 27-22-re az együttes, hogy a Komárom nem játszott jól. A dekoncentráltság mellett az eladott labdák, a kimaradt zicserek és a rengeteg kapufa is okolható a vereségért. Nagyon csalódott vagyok. Tehát én azt gondolom, hogy semmi nem akar összejönni. Most már tényleg itt mindig nem akarom azt sem mondani, hogy folyamatosan, hogy mennyi külső tényező az, ami hátráltat minket, mert nevetségesen sem akarok tűnni. Megvan a szakmán belül is megvan sajnos az elég sok problémánk. A Tarján ellen jobban játszottunk, én azt gondolom, ott minden jó volt, tehát ott egyedül csak a végeredmény nem tetszett, itt már azért több volt a probléma, nem nagyon voltak meg az átlövések, most nem lőttek olyan jó százalékkal az átlövők, ez egy kicsit megtorpantott minket, viszont nagyon jól védekeztünk. Ezt bírtuk fejbe aztán sajnos, visszatérő probléma volt, egy-két játékosom nem képes fejben tolerálni a játékvezetést, amatőr csapat, nagy igazságérzet. Ezzel nagyon nem tudok mit csinálni. Tehát hiába szabunk rá különböző szankciókat, meg próbáljuk az ellenszerét találni, nagyon nehezen megy. Én most is azt gondolom, hogy sokszor nem üti meg még ennek a hát nem túl acélos NB2-nek a színvonalát, úgy gondolom ez a szintű játékvezetés. Többször volt probléma, most is van, a Komárom a soraiba tud egy NB1-es játékvezetőt, aki tulajdonképpen minden támadást megbeszélt a játékvezetéssel, és a kénye kedve szerint alakítgatta a meccset a pályáról. Én nem azt mondom, hogy ezen múlt, mert nem bújok emögé, sajnos ezt a meccset, hogy este 10-ig játszottuk volna, se tudtunk volna nyerni, de ebben a formában nagyon kiborít, és ezt látja egy játékos, nem tudom neki elmagyarázni. Nem tudom megnyugtatni őt, és erre sajnos rámennek bajnoki pontok, és addig, amíg ezen nem változtat a belső vezetése a kézilabdaszövetségnek, addig sajnos ez így is lesz. Én úgy láttam, hogy talán két mérkőzésnyire való zicsert, illetve eladott labdát hoztatok össze. Igen, ami nem volt a Tarján ellen, az most volt. Nagyon sok labdát eladtunk. Kapufát lőttünk legalább egy tized, biztos vagyok benne. Bár majd utólag visszanézem, és akkor biztos, hogy okosabb leszek. Nagyon, nagyon zavaró ez is. Hiába van kapus problémánk is, a Harcos Attila ismételten megfelelően ugrott be, tehát hozta azt a szintet, ami nekünk az NB2-ben bőségesen megfelel. Nem is ezzel volt a problémánk. A Levi is a végén zicsert tudott fogni, tehát a kapusokra abszolút nem lehet egy szavam se, jól tudom őket forgatni. Egyszerűen a sok technikai hiba az meg az, hogy a Rót Gábor sérülésével, a Fébert Levente, aki iskolai, meg munkahelyi elfoglaltságok miatt alig tud velünk készülni, ez remekül látszik, egyszerűen nem találják a társak. A fiatal Bors Martin, mikor beraktam, ővel egy kicsit tudtunk újulni támadásba, de azt gondolom, hogy lehet, hogy már későn. Magyar rangadó következik, hogy készültek a Veszprém ellen? Hát mi mindenkit meg akarunk most már verni, mert azzal, hogy első és második helyezetteket sorra tudunk itt megszorongatni, és tudunk ellenük jól játszani, egyszer ki kell, hogy jöjjön a lépés. Talán ott majd nem várja mindenki, hogy majd a hazai pálya megsegít minket, és megtörténik csak magától a csoda. Tennünk kell érte nagyon sokat, hogyha amíg a játékkal tudunk foglalkozni, addig ez a csapat jó, megfelel ehhez a bajnoksághoz, ezeket a fejeket kell, hogy kitisztítsam, és akkor úgy gondolom, hogy szakmailag készen állunk arra, hogy végre elkezdjük megnyerni a mérkőzéseinket. A juniorok múlt héten vereséget szenvedtek, ezen a héten sikerült kiküszöbölni a csorbát? Nagyobb a gödör ott, mint gondoltuk. Sajnos egy parád és bajnok esélyeshez méltó fél idő után, mintha elfelejtettünk volna kijönni a második fél időre. Ott is nagyon sok a probléma, ott a betegségek nem igazán jönnek jól, ez az enyhe idő aztán végképp nem kedvez a mi felkészülésünknek, hiszen minden második héten mindenki meg van fázva, lázas, vagy éppen valami olyan betegséggel küzd, amivel még csak a padra sem tud leülni. Én nagyon remélem, hogy most meg lesz a Komárom jön, tehát a bronzéremért most már velük is komoly csatában vagyunk, megverték az eddigi legfőbb rivális Hortot, tehát ők is bejelentkeztek az éremre, ha most nyerünk, nagyon sok minden eldőlhet. A juniorok 37-29-re megnyerték az összecsapást, folytatás Veszprémben.
A Motasz Concordia KC Pápa az NB1-ben és kosárlabda bajnokságban a Sopron KC-t látta vendégül szerda este a Városi Sportcsarnokban. A közvetlen rivális ellen végigvezetve magabiztos győzelmet arattak Vajda Balázsék, így továbbra is versenyben vannak a legjobb négy közékerülésért vívott harcban. A pápaiak kezdték jobban a mérkőzést. Gólzáporos első negyedet követően 30-26 volt az állás 10 perc játékot követően. A rövid szünet után főleg Kálmán és Ács volt elemében. A hazaiak 13 pontra növelték előnyüket a nagy szünetig. A harmadik negyedben 6 pontra zárkózott a vendégegyüttes, ám keresztes látványos kosaraival sikerült 10 pont fölött tartani a soproniakat. A mérkőzés utolsó szakaszában nem forgott veszélyben a pápai győzelem, 92-88-ra nyert Vajda Balázs együttese. Pont erről beszélgettünk itt a végén, hogy a győzelmet soha nem kell megmagyarázni. Hát erre jött az a válasz részemről, hogy hát azért nekem most egy kicsit azért boncolgatnom kell ezt a mérkőzést. Ez igaz, hogy egy kicsit nyögvenyelősre sikeredett, sajnos. Beszéltünk már itt az elmúlt hetekben arról, ugye, hogy az a kényszerű bajnoki szünet, ami az időjárás miatt közbejött nekünk, hogy az végül is hogyan fog hatni majd a játékunkra. Hát azt hiszem, hogy a múlt heti soproni vereség, illetve ez a nyögvenyelős mérkőzés, ez megadta a választ. Nagyon-nagyon rosszul jött nekünk. Úgy gondolom, hogy akkor még lendületben volt a csapatjáték, és az a 3 hetes szünet az a csapatjátékot annyira szétzilálta, hogy most majdhogy nem elemeiként kell összerakni újra. Ez most már azért a mai mérkőzés egy fokkal jobb volt olyan szempontból, amit a Smavcellen láttam pénteken idegenben. Itt már azért voltak szép támadójátékok, csak itt is jellemző volt az, hogy mindig, amikor elléptünk, amikor megroppanthattuk volna az ellenfelet, akkor mindig a saját butaságainkból vissza tudtuk hozni őket, és így alakult ki ez a szorosnak tűnő eredmény, de azért ezt el kell mondani, hogy ez egy 8-10 pontos mérkőzés volt végig. Itt az utolsó 6 másodpercben is azt hiszem ajándékoztunk nekik 4 pontot, tehát az első fél idő végén is volt egy ilyen periódus. Úgy gondolom, hogy ezeket nekünk nagyon gyorsan rendbe kell rakni, hiszen vasárnap Bonyhádra megyünk idegenbe, ahol azért nagyon-nagyon nehéz lesz, hiszen több játékos sajnos munkai elfoglaltság miatt nem tud velünk tartani, és hát ebből is úgy kell építkezni, hogy majd azért nekünk itt még fontos mérkőzéseink lesznek a négybekerülésért, hiszen a közvetlen rivális Baja, ő nyert idegenbe Veszprémbe, mi pedig nekünk pedig még mennünk kell oda idegenbe játszani, illetve Győrbe is. Úgyhogy hát a célunk továbbra is az, hogy négybe kerüljünk, és hát a mi kezünkben van a sorsunk, de nagyon-nagyon sokat kell most ezen dolgozni, hogy ez sikerüljön is a jövőben. Hibák ellenére azt még említsük talán meg, hogy az ellenfél nagyon szívósan játszott, illetve nagyon sokat mozogtak. Ami eddig fegyvere volt a pápai csapatnak, hogy a végén erőlépben jobban bírta az ellenfélnél, az most talán ilyen egálos volt az eredmény talán. Én úgy gondolom, hogy nem is az erőlétünkkel volt a probléma, hanem egyszerűen ugyanoda tudok visszatérni a pénteki mérkőzésre. Ott is fejbe vesztettük el a mérkőzést, itt is a kisebb fajta dekoncentráltságok miatt játszottunk ilyen lassan, kicsit vontatottan is sokszor. A fejekbe, hogyha rendet tudunk tenni, és ösztönből jönnek majd a játékok és a tempunk, akkor úgy gondolom, hogy azért vissza fog térni ez a csapat arra az útra, amin elindult még ősszel. De tény és való, hogy azért ez a soproni csapat azért Magyarország egyik legjobb szakemberével dolgozik napról napra. Azért Patona Imre nevét nem kell senkinek sem bemutatnom, úgy gondolom, és nagyon-nagyon szépen összerakja ezeket a fiatal tehetséges srácokat. És én nagyon örülök neki, hogy van a B-csoportban egy ilyen üde színfolt is, meg annak még jobban örülök, hogy sikerült megvernünk őket kétszer a bajnokságban. Akkor azt lehet mondani, hogy hétvégéig elsősorban fejben kell összerakni a srácokat? Így van, hát megpróbálunk csiszolni a játékon is, de itt elsősorban a fejben kell rendet rakni. Tehát az elsősorban a legfontosabb az, hogy el kell hinnünk, hogy képesek vagyunk jó teljesítményt nyújtani idegenbe, és utána pedig vissza kell emlékezni arra a formára, amit januárban, illetve december hónapban mutattunk, hiszen azért sok sportágban el lehet mondani, hogy azért az ember egyik pillanatra a másikra nem felejt el itt például kosárlabdázni. Én ugyanígy gondolom, hogy ezek a srácok semmivel se tudnak kevesebbet, mint mondjuk egy hónappal ezelőtt. Ezt tudatosítani kell mindenkinek saját magában is, és nekünk is a fejekben, és akkor én úgy gondolom, hogy március 22-ig az utolsó fordulónkig, akkor nem lesz semmi problémánk. A városi közférában dolgozók számára 19. alkalommal rendezték meg a Téutó Kupa teremlabdarúgó tornát.
Az idei küzdelmekre 6 munkahelyi kollektíva adta le nevezését. A csoportokban lejátszott körmérkőzések és az elődöntők után a fináléban végül tavalyi negyedik helye után a pénzügyőrök hódították el a kupát. A 2-3-as csoportban a bázisrepülőtér, a pedagógusok, a pénzügyőrség, a polgármesteri hivatal, a rendőrkapitányság és a mentőállomás kapott helyet. A tornán csak 35 év feletti játékosok vehettek részt, és a megyei első és annál magasabb osztályban szereplő nagypályás játékosok sem léphettek pályára. A körmérkőzéseket a bázisrepülőtér, a polgármesteri hivatal, a pénzügyőrök és a pedagógusok vették a legjobban. A döntőbe a pénzügyőrök 7-es rúgásokkal jutottak, ellenfelük a polgármesteri hivatal volt. A fináléban a pénzügyőrök visszavágtak a csoportban elszenvedett 2-1-es vereségért a hivatali dolgozóknak. A bronzmeccset a katonák nyerték. Hát igazából azt hiszem, hogy az első mérkőzésen nem voltunk toppon, de a sorsásból kiadódóan pont szerencsése jött ki. Mert úgy hiszem, hogy a döntőbe jutásra honvédséggel játszottunk, hogy a legerősebb csapat itt, de hogy az, hogy őket meg tudtuk ott verni, már ki volt kövezve az első helyünk, úgy érzem. A döntő simább volt, mint a csoportmeccs. Hát úgy érzem, hogy az első mérkőzésen csak magunknak köszönhetjük ezt a vereséget. Nekünk állt az a mérkőzés is, most a végén kijött. Mennyit készültetek a mai napra? Hát őszintén megmondom, semmit. Tehát ez egy ilyen, aki hadrafogható volt a hivatalból, őket összeverbúváltuk 2 héttel a torna előtt, és így jött ki. Korábbi években hogy szerepeltetek? Hát nagyon sok második helyünk volt, volt egy első helyünk is, negyedik helyek. Tehát szerintem ott voltunk mindig azért az első ötben. Ugye 35 év volt az alsó korhatár, mennyire okozott ez nehézséget összeszedni a csapatot? A tavalyi évhez képest a kapusunk, aki kiesett ebből a megszorításból adódóan, de úgy hiszem, hogy jobb voltunk őt, úgyhogy lett egy jó kapusunk, és ez a korhatár meghúzása, ez gyakorlatilag nekünk tett jót. Jövőre címvédés? Hát bízunk benne, hogy igen. A télutó kupa 6. helyét a mentőállomás szerezte meg. A pápai rendőrkapitányságnak az 5. hely jutott. 4. a pedagógusok csapata lett. A 3. helyzetnek járó kupa a bázisrepülőtér együtteséhez került. A polgármesteri hivatal a 2. helyen végzett. A 19. télutó kupát a pápai pénzügyőrök nyerték. Először is gratulálok a pénzügyőröknek, mert bár az első meccsen sikerült őket legyőzni, a döntőben jobbak voltak. Nekünk gólhelyzetünk se volt, még nagyon kapura lövésünk se. Úgyhogy gratulálok még egyszer. Egyébként nekünk ez egy jó nap volt, hiszen nyertünk előtte 3 meccset. Jól éreztük magunkat, de szerintem ezzel így volt minden résztvevő. Volt szabálymódosítás a korábbi évekhez képest, hiszen az a korosztály, aki ezt valamikor 2019 évvel megkezdte, ezt a télutó kupát, megöregedett közbe, és mi úgy éreztük, hogy ez jelentős versenyhátrányt jelent, hogy 50 évhez közel 20 évesekkel kell játszani, azért az idei kiírásban 35 év felettiek játszottak csak, így azért egy kicsit tömörebb is lett a mezőny, és én szerintem jobb meccsek is voltak. Idén így alakult, meglátjuk, hogy jövőre a jubileumi 20. télutó kupa majd mit hoz. A pénzügyőrök megérdemelten nyertek? Megérdemelték, így van. Tehát a télutó kupán mindig a bázisrepülőtér, vagy az aktuális honvédségi csapat a legnehezebb ellenfél, és őket megverték az elődöntőbe. Igaz, hogy büntetőkkel, de megverték őket, és azt gondolom, hogy az egy jelentős fegyvertény volt, hiszen a honvédség mindig igen jó játékerőt képvisel, és így volt ez ma is. Bármi taktikával készültek a mai napra? Hát azért ennyire sem már nem mondanám, hogy különösebben taktikáztunk, bíztunk abban, hogy az erőnk kitart a torna végéig, hát ez most nem jött össze. De azért a legjobb kapusdíját azért el tudták hozni. Igen, gratulálunk az Attilának, tényleg sok múlott rajta. Azonban azt a csapat nem bírja el, hogy a Horváth Andris és az Etényi Dezső egy gólt sem rúg egy tornán, és úgy játszunk döntőt. Tehát a gólok túlnyomó többségét ők szokták rúgni, hát ma bennük maradt sok-sok gól, majd jövőre várjuk tőlük ezeket az idejeket is. Saját teljesítményével mennyire volt elégedett? Hát nem tudom, hogy milyen teljesítménynek lehet nevezni, amikor a legjobb játékos szólították a díjkiosztón, akkor éreztem, hogy nekem valószínű nincs esélyem, és úgy tűnik, hogy jól is láttam, jól is mértem fel. Hát mi iparkodunk vagyunk, mi, meg vannak tőlünk sokkal ügyesebbek, meg tehetségesebbek, aztán így vagyunk egy csapat. A legjobb játékosnak Németi Attilát választották, a gólkirály 6 találattal Bábics László lett. A legjobb kapus külön díját Harcos Attila kapta. A pápai karatékák a Közép-Dunántúli Regionális Központ Székesfehérvári szakosztályának segítségével ökölvívó szakosztályt indítanak.
a megnyitó március 3-án, míg az első edzés március 5-én lesz. A Patent Griff és a vezetői természetesen várják azokat, akik ezt az ősi sportágot hobbi vagy versenyszerűen szeretnék űzni. Sinkó Attila és Bolla Péter munkájának köszönhetően hosszú idő után újra lesz ökölvívó szakosztálypápán. Egyelőre heti 2 edzéssel indulnak a foglalkozások, melynek helyszíne a Határ utcai edzőterem lesz. A tréningeken kívül a sportolóknak lehetőségük lesz szemináriumokra járni, illetve versenyzési lehetőséget is biztosít majd az egyesület. Hosszú idő után újra lesz pápán ökölvívó szakosztály, úgy gondolom, hogy egy álom vált valóra, és mindenki számára nyílik egy olyan lehetőség, hogy ezt az ősi sportágat tudja űzni, és esetlegesen későbbiekben versenyzési lehetőséggel éljen. A Közép-Dunántúli Regionális Központ székesfehérvári szakosztályával karöltve segítségével fogjuk ezt tudni csinálni. Heti rendszerességgel át fognak járni edzéseket tartani, segítik a munkánkat. Helyileg ez a karate edzés központjában lesz, a Határ utcában. Az edzéseket nagyban fogja segíteni a székesfehérvári válogatott egyik szakedzője, Túros Arnold, és jó magam fogjuk közösen tartani az edzéseket. A megnyitó március 3-án lesz, ahol itt lesz a székesfehérvári szakosztály egyik elnöke, dr. Tóth Richard. Ő fogja elmondani a közeljövőre vonatkozó terveinket, mind a szemináriumokkal, az edzéstervekkel, az edzőtáborokkal és a versenyekkel kapcsolatos dolgokat. Voltak itt már próbálkozások több-kevesebb sikerrel, hogy ökölvívó szakosztályt indítsanak. Mi a garancia arra, hogy itt most ez tartós lesz? Volt igen már lehetőség és próbálkozás hobbybox-szerűen pápán. Sajnos egy idő után elfogytak a sportolók, és így meghiúsult a projekt. Most ez teljesen hivatalosan fog működni. Minden sportoló kiskönyvet kap, versenyzési lehetőség lesz. A tagságot befizettük a szövetség felé, és én úgy gondolom, hogy ez egy motivációs dolog lesz, hogy versenyezni tudnak, edzőtáborokba tudnak menni a fiatalok, az idősebbek is, tehát mindenki számára nyitott lesz ez a lehetőség. Március 1-én Sinkó Attila és Szakács Péter is indul a Full Contact Karate Magyar Bajnokságon, melynek helyszíne Szolnok lesz. Nagy erőkkel készültünk, becsületesen elmentünk minden edzésre, átjártunk más városokba, más helyeken, küzdedzéseken vettünk részt. Az én részemről a történetnek kérdőjel van a végén, mert van egy lábsérülésem, és ez jövő hét végére nem biztos, hogy meggyógyul, ezért ez még nem biztos részemről, hogy fogok szerepelni. Milyen kategóriában indultak, illetve hogy látod az esélyeket, hogyha mindenki egészséges lesz? Tehát ez egy akkora kaliberű verseny, mindenképpen szerettünk volna részt venni. Szakács Péter és jó magam is az A kategóriát céloztunk meg. Én plusz 90 kg-ban, Szakács Péter pedig mínusz 70 kg-ban tervezzük, hogy részt veszünk a versenyen. Én úgy gondolom, hogy a mezőny most a legkomolyabb versenyzők, ha mondhatom így, a ragadozók fognak részt venni. Mi minden erőnket beleadtunk az edzésekbe, becsületesen felkészültünk, és azt gondolom, hogy a tudásunk legjobbát fogjuk nyújtani. Meglátjuk a végkifejletet. Március 8-án a felnőttek után a gyerekek is tatamira lépnek. A Diákolimpia országos elődöntő küzdelmeire Várpalotára utaznak Bolla Péterék. Még van bőven dolgunk azért a verseny kezdetéig. Nagyon komoly felkészülés előzte meg ezt a versenyt. Igazából nem csak edzőtermi felkészülések voltak, hanem volt egy felkészülési versenyünk is, amelyről már ugye korábbiakban beszéltem. Répcelakon volt egy ilyen kis területi meghívásos verseny, ami nagyon jó részállomása volt ennek az edzésprogramnak, amelyet ugye a Diákolimpia elődöntőre, valamint a Diákolimpia döntőre tűztünk ki. Célunk igazából az előző évekhez hasonló, hogy minél több indulónk, ha lehet, akkor minden indulónk tovább is van az országos döntőbe, amelynek egy különlegessége, hogy minden évben a keleti országrész ad ennek otthont. Idén szerencsénkre nem kell messzire utazni, úgyhogy Veszprém fog otthont adni ennek a rangos sporteseménynek. Ezért talán ez még egy kisebb plusz motiváció a gyerekeket nézve is, hogy szeretnének kijutni a döntőre, és minél többen szeretnék képviselni az egyesületünket és a várost. Mennyien vágtok neki a megméretetésnek?
Még pontos számot ezzel kapcsolatban nem tudok mondani, ugyanis sajnos betegségek tarkítják a felkészülést. A téli időszakban azért többen kisebb náthával küzdöttek vannak, akinek egyéb sérüléseik vannak. Én úgy gondolom, hogy ha egy 15 fővel el tudunk ezen a versenyen indulni, az már egy nagyon-nagyon jó eredmény lesz. Körülbelül ilyen létszámra számítok. A Magyar Kung Fu Szövetség meghívására Budapestre érkezett a román válogatott edzője Horváth Attila. A szemináriumon részt vett Pintér Péter, a Hétcsillag Egyesület elnöke is, aki hasznos tapasztalatokkal tért haza. Így jó előjelekkel készülhet tanítványaival a Magyarországos Bajnokságra. Február 15-én és 16-án rendezték a szemináriumot, ahol délelőtt és délután is volt foglalkozás. A magyar kung fu edzők számára kiírt edzéseken Horváth Attila, a román válogatott edzője vázolta fel a saját harcművész és versenyszemléletét, amely nagyon hasznos volt, mondta el Pintér Péter. A Magyar Kung Fu Szakszövetség meghívására érkezett Budapestre a román válogatott edzője, aki különben egy magyar ember, székelyföldi születésű magyar ember Horváth Attilának hívják, és hát nagyon-nagyon sok siker mondható el az ő nevével kapcsolatban, hiszen több mint 8 világbajnoki címet szerzett már, ami nagyon-nagyon szép eredménynek számít, hiszen azt szokták mondani, hogyha egy-két világbajnoki helyezés becsúszik, az még akár lehet véletlen is, de amikor ez többször meg van ismételve, akkor az azért elég jelentős eredménynek számít. Arról nem beszélve, hogy nálunk az IWF-nál a világszövetségnek a világbajnokságén általában 80-86 ország jelen szokott lenni, és hát azért vannak olyan országok, akik egy kicsit nem csak hogy előttünk, hanem előttük is járnak, és mind anyagilag, mind egyéb szakmai hátteret sokkal jobban tudnak biztosítani a versenyzők számára. Ez egy kétnapos szeminárium volt, szombat, vasárnap, délután volt egy-egy foglalkozás. Amit ki tudnák emelni, ugye ez kimondottan edzőknek volt, tehát ez a magyar kungfu edzők vettek ezen részt, és hát a szandáról annyit kell tudni, hogy ez a küzdelmi szabályrendszerünk, illetve a különböző nemzetközi szervezeteknek is ez a küzdelmi szabályrendszere, aminek az a jellemzője, hogy ugye ugyanúgy védőfelszerelésbe, tehát nagy kesztyűbe, lábfejvédőbe zajlanak. Az ütések és a rugásokon kívül azonban nagyon-nagyon fontos náluk a földreviteli, illetve a különböző dobó technikák. Ezen keresztül egy kicsit más jelleget is kap a küzdelem, sokkal dinamikusabb és gyorsabb lesz, mint úgymond azok a megszokott állóharcok, ahol csak ütnek és rúgnak. Hát az oktatáson szerintem egy olyan 40-45 fő vett részt, hát a két napban azért voltak eltérések, de én nagyon eredményesnek értékelem, hiszen itt tényleg tematikailag ő lebontotta a saját rendszerét, hogy ő hogy készíti fel a versenyzőket. Illetve hát ugye mivel itt is ugye vannak eltérések, hiszen a harcművészeti szemlélet és a versenyszemlélet az soha nem azonos, ezért nagyon jó volt látni azt, hogy ő ezt hogy hidalt át és hogy oldotta meg. Úgyhogy én mindenképpen nagyon jónak találtam. Ez a szeminárium segített abban, hogy a pápai versenyzők minél jobban szerepeljenek majd a magyar bajnokságon. Abból a szempontból is azt hiszem, hogy egy építkezés volt. Ővele találkoztunk már több ízbe is, tehát volt egyszer már egy ilyen alkalom egy 4-5 éve, illetve nemzetközi versenyeken is találkoztunk, és hát tényleg láttuk személyesen is a tanítványait, akik nagyon-nagyon ügyesek voltak, úgyhogy én bízok benne, hogy ez a pápai klubnak is egy jelentős pluszot fog adni. Most egy olyan 12 fős versenyzői gárda van, aki jelezte, hogy szeretne részt venni majd az idei évben a versenyeken. Hát az első versenyünk az március 22-én lesz a Magyar Kung Fu Szakszövetségnek az első fordulós bajnoksága. Ugye a Kung Fu Szövetségben úgy van, hogy két fordulós a magyar bajnokság, és a harmadik meghívásos bajnokság az, amin ennek az első 4 helyezette kerül meghívásra, és azokból válogatódik ki az, hogy aki megnyeri, az lesz a magyar válogatott tagja. Ezen kívül lesz még április 12-én a Seven Star stílusbajnokság. Hát ez a két verseny, ami most előtérben van, és májusban pedig majd egy kicsit arrébb lesz egy világkupa, illetve egy nemzetközi verseny, amin szintén tervezzük a részvételünket.
Az edzők a foglalkozások közötti szünetekben sem unatkoztak, hiszen közgyűléseken vettek részt, ahol fontos információk birtokába jutottak. Ezen a hétvégén zajlott még két közgyűlés is. Az egyik ugye a Magyar Konfuszak Szövetségnek a közgyűlése volt, ami azt hiszem, hogy megint nagyon fontos, ugye az ilyeneken való részvétel, hát az ember olyan információkat kap, amiket különben nagyon nehezen jutna el hozzá, illetve tényleg ez a sportdiplomáciai szempontból is, hogy az embert lássák és aktív legyen. Hát nem voltak rövidek ezek a közgyűlések, tehát mindegyik sok-sok órán keresztül tartott, de azt hiszem, hogy nagyon hasznos volt, hiszen ilyenkor azért egy kis tájékoztatást kap az ember mindegyik bizottságtól, hogy milyen munkák folytak, illetve a szövetség milyen irányba látja továbbfejlődés lehetőségeit. Ez szombaton igazából a két edzés között volt ez a közgyűlés, míg vasárnap pedig kora reggel a Baranta Országos Szövetségnek volt egy közgyűlése, ahol pedig ugye a hagyományőrző szakágunkat képviselve voltam jelen, és ott is meghatározottak olyan pontok, amik azt hiszem, hogy a jövőre azért nagyon-nagyon szép reményekkel kecsegtetik mind a szövetséget, mind azokat, akik esetleg a hagyományőrzés terén vannak, hiszen vannak ígéretek több szinten is, hogy ott is egy jelentősebb központ tud elindulni majd, ami nem csak a budapestieknek, hanem az egész kárpát-medencei hagyományőrzőknek teremt majd egy központot. A Hétcsillag Kulturális és Sportegyesület tagfelvételt is hirdet. Az egyesületünkben ugye most egy kicsit ebbe az évbe a tagfelvételek elmaradtak, és majd most március hónaptól mindenkit sok szeretettel várunk, aki esetleg érdeklődik az edzések iránt. Ez egészen most 8 éves kortól fogjuk meghirdetni 3 csoportba a tagfelvételt. Ez annyit jelent, hogy 8-tól 11 éves korig lesz egy csoport, illetve 11 éves kortól 14-15 éves korig, és 16 éves kortól pedig a felnőtt korcsoportba várjuk a jelentkezőket. Hétfő és csütörtöki napokon a kicsiknek 4-től 5-ig, a nagyobbaknak 5-től 6-ig, és a felnőtteknek pedig 6-tól 8-ig vannak foglalkozások, a Jókai utca 34 szám alatt, és hát minden érdeklődött nagyon sok szeretettel várunk. Ezek az edzések nyíltak, tehát bármikor megnézhetők minden kötelezettség nélkül, úgyhogy aki kedvet érez, azt nagyon sok szeretettel látom az edzőteremben. Két héttel ezelőtt a 4. korcsoportos lányok diákolimpiai versenyét rendezték kézilabda sportágban. Legutóbb pedig a Vörös Iskola tornatermében 4 csapattal a fiúk bajnokságát bonyolították le. A környékbeli települések közül Pápa Kovács és Pápa Teszér adta le nevezését, a várost a Vörös és a Munkácsi képviselte. A versenytétje a márciusi megyei döntőn való részvétel volt, melyre az első helyezett utazhat majd el. A lányoknál korábban a Szent István esélyeshez méltóan jutott tovább. A fiúknál a Vörös számított az első számú esélyesnek. Hát az előzetes jelentkezés 5 csapat volt, abból 4 csapat érkezett meg a mai tornára, a Pápa Teszér, Pápa Kovácsi körzeti csapatok, illetve a Munkácsi és a Vörös Iskola a városból lévő iskolák csapatai vannak jelen. A Csóti iskolának a csapata nem érkezett meg a mostani versenyre, egyéb elfoglaltságra a testnevelőnek is nem tudtak eljönni. Mik az erőviszonyok ma, illetve milyen a lebonyolítás? Mindenki játszik mindenkivel, 2-szer 10 perces mérkőzések vannak. Hát az erőviszonyoknál az én véleményem szerint a helyi iskola, a Vörös Iskola csapata fogja nyerni a tornát. Elmondható a fiúknál az, ami a lányoknál, hogy egy-egy kiugró teljesítmény akár egy egész meccset el tud dönteni? Hát igazság szerint el tudna dönteni. Ebből a szempontból van, úgymond nekem, annyi előnyöm, hogy az én csapatomnak minden játékosa a Bakonyerdő utánpótlásában szerepel, illetve egy van, aki nem ott játszik, hanem Veszprémben játszik az éles kézi suliban. Felmenőrendszerű a verseny? Felmenőrendszerű a verseny, innen is az első helyzet a megyei versenyre jut, ami majd április elején lesz valamikor Ajkán. Ugye a lányoknál a Szent István jutott tovább, itt kivárható, illetve milyen erősségű mondjuk, hogyha a megyét nézzük? Hát a továbbit az a Vörös Iskola csapata várható, a megyeim pedig minden sorsoláson múlik, hogy hányadik helyet sikerül elcsípni.
kiemelkedik a megyei mezőnyből az alsóörsi kézilabdaiskola csapattal. Ha őket sikerül elkerülni a sorsolásnál, akkor úgy, hogy a tavalyi évben is harmikak lettünk a megyein, az alsóörsi kézisuli, a veszprémi kézisuli után lettünk mi a harmadikak. Ha sorsolás úgy adja, akkor a dobogóra az idén is fel tudunk férni. Ha a sorsolás nem lesz hozzánk egyes, akkor az első meccs után jöhetünk haza. További diák olimpiai versenyek várhatóak-e? Jövő héten a harmadik korcsoportos kézilabda fiú torna lesz itt nálunk az iskolába, illetve most már lassan itt van március. Március közepéig meg kell csinálnunk a mezei diák olimpiai versenyt. A versenyt végül a Vörös nyerte a Munkácsi, Pápa Kovácsi és Pápa Teszér előtt. A Bakony Judo Klub és a Ronin HSL közös edzést tartott a Pápai Küzdősportcentrumban. A második alkalommal megrendezett embert próbáló tréningen a vendéglátók mellett a Hétcsillag Egyesület, valamint 7 további város szakosztálya is elfogadta a meghívást. A rendezvényen gíben és gí nélkül a földharc küzdelmeket gyakorolták 8x6 percben. A Bakony Judo Klub és a Ronin HSL mellett a Hétcsillag Egyesület, valamint ajkai, veszprémi, herendi, szombathelyi, zalaegerszegi, győri és csornai szakosztályok is elfogadták a meghívást, így 30-nál is többen küzdöttek. Ez gyakorlatilag egy olyan rendezvény, amikor a brazil jiu-jitsusok, illetve a judósok egymással karöltve lejönnek, és gyakorlatilag a délutánt a szabad küzdelmeknek szentelik. Ez a második ilyen alkalom, amit közösen rendezünk. A brazil jiu-jitsusok a pápaiakon kívül Ajkáról, Veszprémből, Herendről, Zalaegerszegről, Szombathelyről és Győrből jöttek, a mi judósaink pedig Veszprémből, Csornáról, illetve Pápáról vannak itt. Gyakorlatilag a rendezvénynek annyi a célja, hogy a földharc küzdelmeket tudjuk gyakorolni idegen arcokkal. Tehát amikor edzés van, akkor egy edzésen vagyunk 8-10-15-en, tehát beszűkül azoknak a lehetősége, hogy kivel küzdjünk. Itt viszont mindig új arcok, új technikák és új módszerek vannak, és ezt kihasználjuk, és azt gondolom, ez egy remek alkalom. Ez most már a második ilyen rendezvényünk, az elsőt december 28-án tartottuk, akkor is közel ekkora létszámmal, egy ilyen 40 és 50 között vagyunk, mint most, és szeretnénk azt elérni, hogy ez gyakorlatilag hagyományá váljon. Úgy csináljuk a jiu-jitsusokkal, hogy az egyik alkalommal ők a házigazdák, ők vezénylik, ők tartják a bemelegítést, a másik alkalommal pedig mi, a judósok, és ezt ilyen másfél-két havonta fogjuk megrendezni. Minimális itt a sérülés veszély a földharcban, hát egy-egy ilyen kisebb sérülés, nem is mondanám, hogy sérülésnek előfordul, ez benn van, ide férfiak jönnek, túlnyomó részt, és aki meg akarja magát próbálni, annak itt a remek lehetőség. Ez a 16x6 perc, azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon kemény fizikumot is el tud használni a végére. Tehát 8 percet küzdünk ruhánban, és utána pedig gyakorlatilag a grapplingos felszerelésben, egy ilyen testes simuló pólóban küzdenek még 8-6 percet. A Bakony Judo Klub vezetősége a közelmúltban Judo a Pápai Sportért néven alapítványt hozott létre. A cél elsősorban a judo sportág népszerűsítése, a judo sportág támogatása, valamint a judónak a segítségével beépülni a többi sportba, tehát a látványsportokban gyakorlatilag az ő fizikai felkészülésüket a judóval egy kicsit megtámogatni, megsegíteni, a judót megismertetni minél több emberrel, és az egyik nem titkolt célja az alapítványunknak az, hogy a lehetőségeinkhez mérten támogassuk azokat a családokat, szülőket, akiknek esetleg nem lenne módja, lehetősége a gyereket küzdősportra hordani. Bár minimális nálunk a tagdíj, de vannak olyan családok, akiknek még ez is problémát jelent, és úgy beszéltük meg, hogy az alapítvány minden negyedében néhány gyereket gyakorlatilag felkarol, és térítésmentesen vehetnek részt az edzéseinken, egy kicsit ezzel segíteni a nehéz anyagi helyzetűeket. Mihály Fiákos a világ és Európa bajnokság után március 1-én a München Openen vesz részt. Mindenkinek hasznos, úgy gondolom, aki egy picit is a földharccal foglalkozik a saját szakágába tekintve. Ez igazából, ha minden igaz, akkor most már hagyományt tudunk teremteni. Tavaly december úgy megrendeztük az elsőt, ez a második alkalom, idén az első. Ezt idén most úgy van, hogy a Bakony Judo Klubbal közösen a Ronin HSE vezetésemmel, és akkor az egyik edzésem és az egyik ilyen megrendelés, a bemelegítést mi csináljuk, a jiu-jitsusok, ma a judósok kezdték el a bemelegítést, és igazából azt gondolom, hogy
A lényeg az egésznek az, amit megbeszéltünk itt a Csabival, hogy idegen emberekkel tudnak küzdeni. Olyan emberek, akikkel nagyon-nagyon ritkán találkoznak, és nem lesz monoton a küzdelmük a tanítványoknak. Ebből nyilván majd akkor tudtak a későbbiekben a versenyeken is akár meríteni. Mindenféleképpen, ugye, hogy én kint voltam tavaly Amerikában, kint voltam idén most az Európa-bajnokságon, és igazából teljesen más, mindenkinek más a küzdőstílusa, mindenkinek más a favorit technikája, és igazából valamilyen szinten rá tudunk erre hangolódni, készülni, hogy olyan embereket tudunk itt küzdeni, akivel ugye nem, idén, imént említettem, hogy nem találkozunk, és az mindenkinek a felkészülésének az alapja. Nem sokára egy újabb versenyen veszel részt, ugye a VB és az EB után, következik a München Open. Az első kérdés, hogy hogy vagy? Köszönöm kérdéseteket, most úgy nézem, hogy 100%-os. A térsétülésből én még mindig nem érzem, hogy felépültem, de úgy fizikálisan, mentálisan az állóképesség, úgy gondolom, hogy megvan, rendben van minden. Ez egy olyan verseny lesz Münchenben, ami szintén ugye open, tehát nyílt verseny. Bárki a világból nevezhet. Jelen pillanatban mi a tegnapi csoportot néztem, hárman vagyunk az én csoportomban, a súlycsoportban, korosztályban, őfokozatban. Egyik úriembert sem ismerem, ezért jó az a mai nap. Felkészülés ugye az Openre, a München Openre. Meg hát igazából annyi, hogy ez egy nagyon nagy terhelés, úgy gondolom ez a 2x8x6 perc. Mivel lennél elégedett? Én már csak az arannyal, megmondom őszintén, de én azt gondolom, hogy ha hasonlót tudok küzdeni, mint az EB-n, akkor mindenképpen azt gondolom, hogy ezüstérmet, aranyérmet meg lehet. Most egy bronzzal semmiképpen nem lennék megelégedve. Mihály Fiákos szerepléséről a közeljövőben természetesen beszámolunk. A Pápai Eses sakszakosztálya a megyei első osztályú bajnokságban idei első mérkőzésén az Ajkai Bányász alakulatát látta vendégül. A bajnoki címre hajtó hazaiak a legerősebb összeállításban ültek le az asztalokhoz, így kötelező győzelemre készültek. A pontvadászatból egy mérkőzés van hátra, az Ajkai Ase ellen várhatóan a bajnoki cím is eldől. Az időjárási viszonyok miatt elmaradt két héttel korábbi meccset pótolták vasárnap. A pedagógus művelődési otthonban a PSL nagy arányú győzelemre készült. A pápai csapat eddig remek szezon tudhat maga mögött, hiszen a többi mérkőzéstől függetlenül a dobogóról már nem tud lecsúszni. Hosszú idő után először a legerősebb összeállításban tudtunk leülni, erre talán évekre visszamenőleg nem volt példa, és az ellenfél, hát egy kellemesnek ígérkező ellenfél, mert tavaly őket 9-3-ra legyőztük, ami még annál is jobb is lehetett volna az emlékeim szerint, de persze én nagyon jól tudom, hogy azért 12-0-ra nem lehet egy csapatot legyőzni, fogunk itt elhullajtani pontokat. Kérdés, hogy milyen arányban tudnánk nyerni, hisz én egy 9-3-as eredményt azt aláírnék rögtön. Más kérdés, hogy az mennyire lesz elég nekünk az arany ezüst éremhez, vagy csak a bronz jut nekünk. A mi csapatunkról annyit, hogy hosszú idő után először játszik a feleségem, aki 4 év kihagyás után tért vissza a pápai csapatba, a felnőtt csapatba, és hát reméljük, hogy sikerrel veszi az akadályt. 2 hét múlva lesz, ahogy említettem, az utolsó forduló, ahol idegenbe megyünk a másik ajkai csapat ellen. Bízom benne, hogy ott is hasonlóan erős összeállításba tudunk leülni. Ifi fronton gyakorlatilag egy stabil játékossal rendelkezünk, Marglő Roland személyében, aki a Tarci iskola 8. osztályos tanulója. Ő tavalyi szezonban is idén is húzó ember a felnőtt csapatnak. Azon kívül vagy egy másik ifit, vagy egy női játékost kell még szerepeltetni, ez az előírás. Illetve egy sokaknak fura lehet, ezt többször elmondtam már, hogy ezek nem olyan gyors partik, mint amit az ember elképzel egy sakkpartiról. Itt egy parti akár 4-5 óra hosszáig is tarthat, és egyetlen egy partit játszik mindenki, egyszerre 12 fős a csapat, és hát a végeredmény nyilván az összege 12 lesz valamilyen eloszlásban. Ebben a szezonban 4 mérkőzést játszottunk, és mind a 4-et megnyertük. A probléma az, hogy itt sem a tabella élén állunk, ugyanis Tapolca, noha már van egy döntetlenje, meg egy veresége is éppen tőlünk, a táblapontok összegét tekintve megelőz minket fél ponttal, és sajnos ez számít elsődlegesen a táblapontok összege. Ha holtverseny lenne, akkor jönne be az úgynevezett meccspont, illetve az egymás ellen eredmény. Meccspontokban mi jól állunk, hisz mondtam, a 4 győzelem az 8 meccspontot ér.
akkor már jobban állnánk hozzájuk képest, de mondom, le is győztük őket, tehát minden mutatóban jobbak lennénk, csak elsődlegesen a táblapont számít sajnos. Február 22-én a pápai és pápa környéki iskolák Ajkán szerepeltek a csapatdiák olimpián, melyen 2 arany, 2 ezüst és 3 bronzérmet szereztek. Örvendetes számú pápa és pápa környéki iskola képviseltette magát. Ez számokban úgy néz ki, hogy összesen 36 csapat vett részt Ajkán ezen a versenyen, abból 13 volt a pápai és pápa környéki iskolák száma, és hát nem tértek haza az iskolák üres kézzel. Azért mondom, hogy iskolák, mert itt az iskolájukat képviselték a diákok, nem az egyesületüket. A középiskolás korcsoportokban a lányoknál a református gimnázium csapata ezüstérmet szerzett, a Petőfi Sándor gimnázium csapata bronzérmet, középiskolás fiúknál Tűr István gimnázium második helyezés, és református gimnázium 3. helyezés. Ha egy kicsit lejjebb megyünk, akkor a általános iskolás felső tagozatos lányok mezőnyében az Erkel Ferenc iskola diákjai megnyerték a versenyt, így ők mehetnek az országos versenyre, amit május közepén rendeznek meg Szombathelyen, és egy 2 napos viadal lesz. Illetve ugyanebben a korcsoportban a Vaszari Ihász Gábor általános iskola csapata egy bronzérmet tud felmutatni. Ha kicsit lejjebb megyünk, az alsó tagozatos leányok mezőnyében pedig a Tarci Lajos általános iskola lány csapata, hát nem mondom, hogy meglepetésre, mert az elmúlt 2 évben is ők nyerték ezt meg, de most hihetetlen fölénnyel az összes pontot begyűjtve, ami 15-öt akar, tehát mind a 3 játékos az összes partiát megnyerve 100%-os teljesítménnyel hódították el az első helyet, így természetesen ők is jönnek majd el az országos versenyre, Szombathelyre, én is ott leszek a terveim szerint, és hát majd próbálunk az országosan is azért helytállni, ott azért már nem ennyire egyszerű a helyzet. Bár azt mondom, hogy itt sem volt könnyű a helyzet, hisz azért vannak itt olyan csapatok, például Tapolca végzett mögöttük, és őket 3-0-ra legyőzték. Pedig Tapolca, aki ismeri a viszonyokat a megyében, tehát mindig is a fellegvára volt a sakk oktatásnak, és hát őket sikerült így megelőzni, úgyhogy nagyon örültem ezeknek az eredményeknek. A PSE végül 9,5-2,5 arányban nyert. A bajnoki cím márciusban Ajkán dől el. A 12. alkalommal adott otthont a Vasas Tekecsarnoka a Bakony Volán kupának. A szervezők 4 fős férfi és női csapatok jelentkezését várták, végül 7 női és 36 férfi csapat igyekezett elhódítani a serleget. A nevezők között városi és környékbeli együttesekkel is találkozhattunk, a házigazda Bakony Volán több csapattal is igyekezett dobogóra állni. A városi körzeti bajnokságban komoly hagyománya van a Bakony Volán szereplésének, hiszen 1 évtizednél is régebb óta szerepelnek a pontvadászatban. A Volán dolgozói között töretlen népszerűségnek örvend a sportág, ezért is rendezik meg minden évben ezt a kupát. A Bakony Volán kupa 12 éves múltra tekint vissza, ezt most 12-szer rendezzük meg az idén. Mennyien jöttek el idén? A jelenkező csapatok létszám 43 fő, 43 csapat, abból 7 női csapat van, és az... Ez 2 napos a program, a szombati nap és a vasárnapi nap. Bezárólag este 6 órakor lesz eredményhirdetésünk. Hol tart most a verseny? Most a verseny ott a jó fél távnál tart. Tegnapi nap 24 csapat dobott le, ma 8, és akkor igazából most a Volán csapatok kezdenek 2 órakor. Milyen játékerőt képviselnek, mit várhatunk a hazai csapatoktól? Hát bízok a jó szereplésbe. Azt elmondanám, hogy a csapataink a városi bajnokságban szerepelnek, tehát bízok a jó szereplésben, meglátjuk majd. Miért mondta Teke? Már nagy hagyománya van neki, már 12 éve szereplünk a városi bajnokságban, és jó baráti társaság alakult ki a csapatok közt, és emellett ragadtunk meg. Előtte volt futball is. Az egész kupának a lebonyolítása a Vasasnak a vezetése nélkül az Éva, Szala Éva, a hatató segítsége nélkül nem jött volna létre. A férfiak csapatversenyét a Volán 3 nyerte 963 fával a vendéglátó és Tapolca fő előtt. A hölgyeknél a Seft Pét, Herend, Lovász Patona sorrend alakult ki. Egyéniben 274 fával Magyar Ferenc végzett az élen a férfiaknál, a hölgyeknél Pét együtteséből Mazák Imréné 248 fával diadalmaskodott.